Lázok lövi végül, meg is pattan, gól! 1-0 az MTK-nak a 20. percben. Lázok visszatért, és az 5. gólját rúgja már a tavasszal új csapatában. Kicsit csúszik, meg lehet, hogy pont ez a kicsit irányt változtató, vagy meggyorsuló labda jelenti a gól, de így is nagyon jól helyezte Lázok. Tökéletesen elvégzett szabadrúgás. 1-0-ás MTK vezetés. Lövés, gól! 2-0, Szatmári! A Fradi után a Debrecennek is gólt rúg a 16-oson kívülről. Keresztbe vezette a labdát, és aztán húzta vissza a hosszú sarokba. 17-18 méterről lőtt el, takarásból, két védő között megy el a labda, és hajszál pontos, pont a kapufa mellé érkezik Szatmári lövése. Innen látjuk majd egészen jól, hogy hol. Széles Imár a labdával. Cvitkovics, Fecesin, megpattan a labda, a gól! 2-1, egy szerencsés találattal, Fecesin góljával közelebb férkőzik a Debrecen. Be akarja adni, irányt változtat a labda, és valamiért elhúzza a kezét Filipovics. Lehet, hogy úgy érezte, hogy ez mellé vagy fölé megy, de meg sem próbál közbeavatkozni a kapus. Csúnyán elnézte. Koulibaly túljut. Itt viszont már nehezebb dolga lesz, de rendkívül erőszakos. Szekeresről ezt most nem lehetett elmondani. Ott a másik oldal, és üres kapu volt! Fecesin dupla, 2-2! Ha nem is emelkedik egyelőre Belicki Gergői magasságokba, de minden esetre megint egy ember hozza vissza a vendégcsapatot a Hidegkuti stadionban. Ez a hasonlóság mindenképpen megvan a Vasas meccshez képest. Szépen fejelte át a másik sarokba Fecesin Róbert. Cvitkovics, az első csel jó, a második ugyancsak. A hosszú sarokra lesi! 3-2 a Debrecennek! Nagyon messze vannak tőled, ezt meg kell látni, de ami ennél is több, ezt meg kell tudni csinálni. És Cvitkovics megteszi. Az MTK pedig kétszer lép ugyanabban a folyóba. 2-0-ás előről kerül 3-2-es hátrányba. Lehet, hogy nem 4,5 perc alatt, de negyed óra kellett most a Debrecennek a fordításhoz is. Azt kell mondanom, hogy óriási szívük volt a srácoknak a második félidőben, hogy megfordították. Az első félben is úgy érzem több lehetőségünk lett volna, viszont kétszer hibáztunk labda közhatalból, és ezt két góllal büntett az MTK, egyet szabadrugásba, egyet pedig egy átlövés góllal, illetve kevés volt a futás. A másik félben többet futottunk, gyorsabban futottunk, és akkor jobban is játszottunk, és azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon bravúros teljesítmény volt megfordítani ezt az eredményt, ezt a mérkőzést. Egy jó csapattal játszottunk. Igaz, hogy az első fél időben kitűnően ment a játék, és a második fél időben az első 20 percre rátehettünk volna még a 2-0-ra. Sajnos ott a játékosok az abszolút jó játékhelyzeteket elrontották, gól, amiben gólt lehetett volna rúgni, és aztán, mint lenni szokott, megtörténtek a hibák, és hát ez egy nagyszerű csapat, ez kihasználja ezeket a hibákat.